Az első két napon elérte a 10 000-et az ellenzéki főpolgármester jelölti előválasztáson szavazók száma. Ezt Harangozó Tamás, az MSZP országgyűlési képviselője közölte az ATV híradójával. Hozzátette, hogy bár korábban voltak kétkedők, ez a részvételi arány egyben azt is jelenti, hogy az előválasztás sikernek lehet tekinteni. Harangozó egyben azt is kérte, hogy minél több budapesti menjen el és nyilvánítson véleményt, hiszen egészen a hétvégéig lehet személyesen voksolni a főváros 33 pontján. Nagyon reméljük, hogy ezt az előzetesen akár kalkulált 20-30 ezres létszámot is el tudjuk érni, de mi mai nap délután megnyugodtunk, hogy az előválasztás ilyen tekintetben a budapesti előválasztás mindenképpen sikeres.